Megtartották az utolsó nagy kampánygyűléseket Ausztriában a vasárnapi parlamenti választás előtt. A közvéleménykutatásokban a jobboldali populista Osztrák Szabadságpárt vezet, így története során először megnyerheti a választást. Herbert Kikül orosz barátpártjának azonban nem lesz könnyű koalíciós partnert találnia, és az előnye is csökkent a hajrában. A Szabadságpártot 27, a jelenlegi kormánykoalíciót vezető Osztrák Néppártot pedig 25%-ra mérik. Karl Nehammer kancellár utolsó választási gyűlésén kizárta, hogy pártja együttműködne a Szabadságpárttal, és minden szavazót arra biztatott, hogy állítsák meg a szélső jobboldal előretörését. A harmadik helyen a szociáldemokraták állnak a felmérésekben. Az SPÖ veszített a népszerűségéből az elmúlt egy évben, de még mindig 21% környékére mérik a pártot a közvéleménykutatók.